Idén negyedik alkalommal rendezik meg az Egy hét a csillagok alatt elnevezésű országos programsorozatot, amelynek során augusztus 3 és 13-a között távcsöves bemutatók, csillagászati előadások és hullócsillaglesek várják a világűr iránt érdeklődőket. Az évek során 11 naposra bővült kampány ideje alatt megfigyelhető lesz például a Szaturnusz gyűrűrendszere, a nyári égbolt csillaghalmazai, a fogyó hold mellett pedig kiválóak lehetnek a körülmények a Perszeidák meteorraj megfigyeléséhez. A technika segítségét hívjuk vendégül, amikor azt mondjuk, hogy Ordasi András csillagász a vendégünk, egy kicsit messzebbről. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! Ugye egy hét, mi a leginkább cél a rendezvénysorozat megtartása kapcsán, hogy az emberek az eseményeken túl mondjuk megismerjenek, akár a csillaghullással kicsit az űrről többet tudjanak meg, vagy egész egyszerűen csak élvezzék a látnivalókat, kiüljenek a parkba, egy plédre, és a látványosságokat megnézzék? Én azt mondanám, hogy is, és leginkább mindegyik, meg még több. Tehát az alap célkitűzése a rendezvénysorozatnak az, hogy minél többeket vonzunk ki a szép csillagos égbolt alá, és minél többen ismerhessük meg az univerzum szépségeit. Ehhez hívjuk segítségül az ország amatőr és szakcsillagászait, hogy minél több helyen, minél színvonalasabb programokkal, minél izgalmasabb részleteket tárhassunk föl ebből a csodálatos univerzumból. Hol vannak a főbb helyszínek eseményeket tekintve? Itt nyilván a főváros az egy kiemelt központ, de hát az eget azt nem csak innen lehet tekinteni. Alapvetően nem tudnék kifejezetten kiemelt helyszínt mondani, habár vannak nagyon közkedvelt látogatott helyek, mint például Magyarország nagy csillagvizsgálói, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló, a Bakonyban, Bakonybélben a Pannon csillagda, vagy a Bükkben a Bükki csillagda, Zselicben ugye a gyönyörű szép csillagos égbolt park alatt, ugye a Zselici csillagos égbolt park, de például nálunk Szegeden is lesz nagyobb rendezvény az esemény sorozat alatt, illetve rengeteg különböző kis városban különböző kulturális szervezetek, amatőr csillagászok egyesével, és nagyon sok különböző féle programmal várják, több mint 80 helyszínen az érdeklődőket. Nyugtassa meg a nézőinket, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy esti programok vannak, hanem aki szeretne, az már nappal is részt vehet különféle programokon. Így van, ezek közül van jó néhány olyan, ahol kifejezetten erre készült speciális szűrőkkel vizsgáljuk például a napunkat, és ugye az azon történő mindenféle izgalmas jelenségek, most például naptevékenységi maximum idején igazán sokan vannak, szép napfoltokat, protuberanciákat, ilyen naplángokat, napkitöréseket is néha lehet látni ezeken a távcsöveken keresztül, úgyhogy a korábban kezdődő programokon már általában a csillagászok erre is készülnek, hogy még a nappali égbolton is tudjunk egy-két izgalmat mutatni. Több mint 70 helyszín, 150 csillagászati program, a dátum pedig augusztus 3 és 13 között van. Mikor érdemes ön szerint leginkább este szabaddá tenni magunkat és kémlelni az eget? Én azt javasolnám, hogy minden egyes derült estén, de természetesen, hogyha a mostani Perszeidák hulló csillagrajra gondolunk, akkor augusztus 11-e, 2-e, 3-a magasságában fog tetőzni ez a gyönyörű szép hulló csillagraj, akkor lehet majd a legtöbbet látni, és akkor lesz a holdunk is éppen kellően kicsi fázisban, hogy ne világítsa be az égboltot, úgyhogy talán a jövő hét végére érdemes az erőinket tartalékolni, hogyha csak egy estét szeretnénk kipécézni magunknak, de alapvetően a csillagos égbolt mindig élmény, úgyhogy én bármelyik estét tudom javasolni. Augusztus 12-én a maximum éjszakáján nagyjából, ha jól emlékszem, 30 helyen lesz az országszerte különböző program, úgyhogy bőven lehet miből válogatni, és talán nem kell senkinek túl messzire mennie egy ilyen programhoz. Ordasi András, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.